Üdvözletem! Ez itt a Horoszkóp, és ebben a videóban a Mici Mackó Vér és Méz című horrorfilmről szeretnék beszélni, úgyhogy vágjunk is bele! A Horoszkóp csak szórja az adást! 976, és meg is van a hatás! Bocsáné, Veszkréven, Adrien Barbo, Szítélet napban, oda vágott Árnold! Na most tudom, hogy ez a film egyébként nagyon megosztó volt egy időben, ugyanis maguk a készítők elképesztően rafináltak voltak, hiszen, mint jól tudjuk, ugye a Mici Mackó jogok ingyenesen felhasználhatóak lettek, mert lejártak azok a jogok, amiket ugye fizetni kellett volna érte. Ezért, hát persze, mi történt? Hát egyértelmű volt, hogyha csinálnak egy ilyen horrorfilmet, ami esetünkben egy slasher film, az nagyon nagy visszhangot fog kelteni, és a reklámra se kell annyit költeni. Tehát nagyon egyszerű volt a történet. Szájon át keresztül mindenki adja egymásnak, hogy készül egy ilyen film, és akkor hát, na, itt egy kicsit nem fogok itt rendelni, tehát kifogadni, de láttam ilyen rengeteg számtalan kommentet, elérték a készítők a céljait, és nem fogják fel ezek az emberek, hogy az ő malmukra hajtják a vizet, hogyha róluk beszélnek, hogy ja, ez a film elrontja a gyerekkoromat, meg tönkre, miért teszi tönkre a gyerekkorát bárkinek, nőjünk már fel, tehát nem kell megnézni, tehát ezt nem értem, hogy jaj, mert mi lesz, meg elrontja, nem rontanak el semmit, ha szeretnétek ezt a rajzfilmet, nézzétek, csak senkit nem érdekel, nem muszáj ezt megnézni. Hogyha van Mici Mackós pornófilm például, nem tudom, lehet, hogy van, az is elrontja a gyerekkoratokat, vagy én nem tudom, nem muszáj megnézni, ahogy ez se volt muszáj megnézni. Persze ez egy üzleti fogás volt ez a film. És bizarr módon engem is érdekelt, Csava Centerben egyébként a moziba is leadták, sajnos nem láttam moziba, amit így elárulok elő, egy kicsikét így sajnálok is, egymás között, ez így el is mondtam előre picikét a véleményemet. És megmondom őszintén, hogy 90%-ban csak rosszat hallottam erről a filmről minden irányban, mielőtt ezt láttam, de bizarr módon vonzott, tehát sok-sok ilyen nívósabb filmet ugye én nem nézek meg majd valamikor, de ez úgy voltam, ezt mindenféleképpen meg akarom nézni, kíváncsi voltam, mit hoznak ki ebből az egészből, és bár az első trailer az nem igazán győzött meg, azért mégis úgy voltam, hogyha a lehetőségem van ezt a filmet meg fogom tekinteni, és ez így is alakult. Megmondom őszintén, hogy a rendező nevét nem igazán tudtam megjegyezni, Rhys Frank Waterfield, de utána néztem, és megnéztem, milyen filmeket forgatott, ilyen gyilkos karácsonyfáról, meg ilyen kategóriájú filmeket, így nem vártam sokat, tehát nekem ugye maga az elvárásom az nagyon-nagyon-nagyon alacsonyan volt, nem vártam én a csúcsprodukciót, én nem tudom, valaki ettől azt várta, hogy ilyen Halloween jellegű költségvetés ez a filmnek, mert nem. Ez nagyon kevés pénzből készült, ami persze látszódik is a filmen, de próbáltak szerintem ezzel a pénzzel is úgy bánni, hogy készítették, hogy arra költötték, amire kell. Lásd effektek, majd erre egy kicsikét kitérek. Na de, ami nekem külön tetszik ebbe a filmbe már a legeleje, hogy indul az intro, ilyen rajzfilmesen indul el a film, és elmondják a történetet, hogy mi történt Mici Mackóval és a barátaival, Malackával, illetve Robert Gidával, ugye magyarnak hívott fordítva, hogy Robert Gida. Történet szerint Robert Gida elment tovább tanulni, magára hagyta ugye ezeket a mesebeli karaktereket, akik valójában léteznek a történet szerint, és egy idő után nem tudták magukat ellátni, ezért egyik éjszaka fel kellett áldozni az egyiküket, tehát megették az egyiküket, nem árulom el, hogy kit. Nézze meg mindenki ezt a filmet, akit ez így érdekel, ha már ezzel felkeltem az érdeklődést, már örülök, de egyébként a filmnek az első 5 percébe kiderül. És emiatt bekattantak, és eldöntötték, hogy többet nem beszélnek, bár a filmben egyszer elhangzik a egyik embernek a szájából, hogy egy furcsa, tört angol nyelvet használnak egymás között, ami persze mi nem hallunk, még nem látunk, nézzük, és elindul egyébként a fő címzenéje a filmnek, vagy nem a fő címzenéje, csak a fő címe, ki van írva a filmnek a címe, és picit nekem ez a Démonok között Insidious hangulatom lett, mint a picikét ugye arra próbáltak volna hajazni szerintem ebbe a filmbe. Hát megmondom őszintén, nem kell nagy dolgot várni, ismeretlen fiatalok vannak, akik nem nagy színészek, utána néztem úgy nekik, nem szerepeltek olyan nagy filmbe, a többség ugye brit, mert Angliában lett forgatva a film, tehát ez brit származású színészek, olyan akcentussal is beszélnek a filmben, már aki eredeti hangon nézi ezt a filmet. És vannak meglepően kis csinos hölgyek is ebben a filmben, van, aki meg is mutatja mondjuk a kebleit, és ettől is a film nekem olyan volt egy picit, mint hogyha egy 80-as évekbeli horrorfilmet néznék. Értsétek jól, ott is volt mesztelenkedés, ott is volt gore, brutalitás, és a mostani filmekből ez hiányzik. És kicsikét nekem olyan volt, hogy ez a rendező úgy jött vele, hogy figyeljetek, csinálunk egy ilyen Mici Mackós filmet,
csináljunk olyan, mint egy 80-as évbeli horrorfilm, mert nagyobb lehetőségek nincsenek, így legalább van rá lehetőség, hogy a horror rajongónak ez tetszeni fog, ami esetemben ez így is történt, és megmondom őszintén, és lehet szídni ezt a filmet, de néztünk ennél sokkal rosszabb filmeket is akár a 80-as években, mint például Don't Go in the Woods Alone, vagy a Neil Gaiman Massacre, vagy a Scalp című filmek, amik szintén megjelente Blu-ray-en, és az én gyűjteményemben is benne vannak. Ezzel nem azt mondom, hogy ez a film jó, tehát nem akarok senkinek se hiú ábrándokat ébreszteni, hogy ú, ez de jó film, mert nem, de néztünk ennél rosszabbakat is annak idején. Persze mondhatnám, hogy ne ezekhez a filmekhez hasonlítsam, hanem mondjuk hasonlítsam egy Péntek 13-hoz, vagy a Ragyogáshoz, az a szeme persze elvérzik, de hát nem is az volt itt ez a cél, hogy olyanokat csináljunk. Na most Robert Gida visszatér aztán később ebbe a 100 holdas pagonyban, mert feltűnik ugye ez is, tehát még ez is hülyek maradtak, és ott aztán történik vele, ami történik. Na most jönnek ugye bulizó fiatalok, és velük is ugye hát történik, ami történik, hát rossz erre mentek bulizni, maradjunk ennyibe. És van gór a filmben, tehát nem is rossz helyenként. Itt-ott van CGI, tehát látszik egy kis CGI vérfröccsenész, ez az, amit úgy nem igazán értettem, de van benne igazi, normális, praktikális effekttel megoldott gór is. Ami eszembe jut, van egy ilyen kis emocionális, kis érzelmes része, hogy Mici Mackónak a fejében felrémlenek ilyen flashbackek, amikor még együtt játszottak a Robert Gidával, hogy milyen jók voltak, és ott egy picit mi meg is sajnálhatjuk akár Mici Mackót, hogy rossz útra lépett, mert picit mint elgondolkozni, hogy de jó volt régen, és hogy mi történt velem, de aztán megy minden tovább. Maguk a maszkok. Nekem a Mici Mackónak a maszkja az bejön. Nekem azt megmondom őszintén, látszik, hogy egyszerű, vagy nem dollármillióból készült, de szerintem jól néz ki. Úgy még hihető is, hogy ez ilyen gonosz Mici Mackó. Malackának, mert egyébként ő is benne van, a maszkja szerintem az a ilyen varacskos disznó fej, ott egy picit látszik, mint egy gumimaszk lenne, hogy igazából, ott szerintem jobban kilóg a lólábú, úgymond, de a Mici Mackója szerintem ez egy tök frankó kis maszk. Van egy jelent a filmben, ami nekem megmondom őszintén, ami nem tetszett, és megmondom, hogy miért nem. Van, amikor menekülnek itt a főhőseink, és Mici Mackót meg akar állítani három ilyen, hát értsétek jó, paraszt ember, tehát ilyen cowboy kalapos, stb. Azért is furcsa, hogy Angliában forgatták, ilyenek nem igazán vannak, ott próbáltak ilyen amerikainak beállítani a filmet, és hát Mici Mackó belekötnek, hát nem sikerült túl jól, ezt elmondom. Viszont ott nem tudom miért, mert ugye mutatják, akkor szembeáll Mici Mackó az egyik rednekkel, hogy mekkora hozzá képest. Hát így is magasabb volt, tehát nem értem, és utána a következő jelenetben CGI-jal megcsinálták Mici Mackót, hogy körülbelül a hatszoros a saját magának, és leüti az embert. Erre nem értem, hogy miért volt szükség belekeverni CGI-t is abban a jelenetben, mert szerintem teljesen felesleges volt. Illetve érdekes, hogy tudja például a helyenként a méheket irányítani, ami nekem egyébként tetszett, meg szerintem tök ötletes volt. Azt jól elkapták szerintem ebbe a filmbe. Érdekes a zenéje, tehát van benne egy-két ilyen popzenei betét, amikor is van egy ilyen tetováltabb kis csaj, aki zsákkózik, és a többi, ez tök jók azok a zenék is. Meg szerintem van egy-két operatőri munka, ami tök jól néz ki, ahogy fel van véve egy jelenet. Drón jelenetek is vannak benne, ami szerintem hangulatossá teszik a filmet helyenként, és ha nem úgy ülünk le megnézni, hú, ez a világ legrosszabb filmje, ez biztos rossz lesz. Nem hiszem, hogy valaki úgy ül le, mint én, hogy na, jó, oké, nézzünk meg, mi lesz. Együnk egy kis chipset mellé, még kólát, mint hogyha amerikai lenne az ember. És akkor majd lesz, ami lesz, és akár jót is szórakozhat rajta az ember, mint az én esetemben történt. Meg a kisfiú voltam, én is néztem Mici Mackót, de nem tesztünk ezt semmit, most nem akarok nézni. Meg legyünk már felnőttek egy kicsikét, legyünk már egy kicsikét talpra esette meg interneten él mindenki. Tehát most, hogy ezt nézzük meg Facebookon több száz, meg ezer kommenteke a trailer alapján, mert mit tudom, én nem értem, hogy miért kellett ez. Én már kifejezetten sajnálom, hogy nem sikerült moziba ezt a filmet megnézni, én nagyon szívesen megnéztem volna, így most már. Illetve érdekes, hogy voltunk ugye Damina Dáviddal a horrorkonon Angliával, és láttam egyetlen egy embert, aki volt ilyen póló. Azt gondolkoztam is, nem biztos, hogy lehet, hogy a rendezőnek, vagy a filmkészítőnek valamelyik ismerőse, vagy nem tudom, de jó volt látni egyébként, és állítom, hogy eltelik majd pár év, és mégis a horrorrajongók jól fognak erre a filmre visszaemlékezni, hogy na, nem is volt ez olyan rossz, vagy egy kis színfolt, úgymond az egész. Úgyhogy
Egyébként itt van az a jelenet pont, amikor a malacka odaáll a tetovált kis csajszi elé. És mondom, hogy például ami ez a csajszival történik, az is tök jól meg van világítva. Itt egy autó is benne van a huncutságban, aki látta a filmet tudja. Tök jól meg van csinálva. Ködlámpa van, ködös is a jelenet. Jól meg van csinálva szerintem mindenféleképpen. A snacz is Blu-ray kiadás, tehát semmi nagy extra nem kell számítani. Nekem ez egy szórakoztató popcorn horror film, egy tényleg egy B-kategóriás slasher film, de van benne tényleg olyan dolog, ami miatt én el tudom fogadni, és időről időre lehet elő is fogom kapni pár évente is, meg fogom nézni ezt a filmet, de nagy kult klasszikus nem lesz belőle. Lehettek volna picikét a készítők egyébként talán kreatívabbak is a gyilkosságokkal, mert picit snassz helyenként, de mondom, ez az autós dolog, ez tök jól néz ki szerintem. Hú, hát Robert Gidának a barátnőjével történik, az is jó. Vannak egyébként jó pofák, meg tetszik, hogy a medencébe malacka beleugrik, és baltával valakit elkap. Tehát vannak jó dolgok is benne, csak lehettek volna kreatívabbak is. Most gondolok arra, hogy van ilyen mézes köcsög lett volna, és akkor mondjuk valakinek rá tolják a fejére. Lehetett volna kicsit kreatívabb is szerintem, főleg a Mici mackóra, így kicsikét lehettünk volna az, hogy na, akkor essünk át a ló túloldalára. De mégis azt mondom, hogy nézhető film, lesz folytatása, ahogy láttam. Persze, hát egyszer beindul egy gépezet, és ahogy láttam, ez a stúdió, ami kihozta, hát ez sok-sok folytatást szokott csinálni, de hát Istenem. Sőt, hogy láttam még ez a kiadó, még Robert Bronzival is, a magyar Charles Bronson hasonlással is dolgozott, The Exorcist Vengeance című filmen például, ami szintén Angliában lett forgatva, ördögűzős film. Az viszont nem sikerült olyan túl jól szerintem, de ez tényleg egy kellemes kis filmecske. Úgyhogy én az egyszeri horrorfilm nézőnek tudnám ajánlani, hogyha egy könnyed B-kategóriás kikapcsolódásra vágyik. Úgyhogy ha láttátok a filmet, mert biztos jó sokan láttátok, érdekelne a véleményetek, ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és a következő videóig is béke.